Sziasztok! Köszönjük a hallgatókat, és ez itt a Handball Expert kézilabda oldal podcast. Egyelőre még cím nélkül itt a próba kiadásban, de utána majd igyekszünk valami frappáns címmel és szlogennel készülni. Engem Big Martinnak hívnak, itt van még ma velünk Sellei Zoltán. Sziasztok! Buncsik László. Sziasztok! Rót Gábor. Sziasztok! És Furák Dániel is. Sziasztok! És hát szerencsére az elmúlt hét szolgáltatott nekünk kézilabdás témákat, úgyhogy nem is húznám tovább az időt, kezdjük a női válogatottal. Két hét múlva olimpiai selejtező, sorsdöntő mérkőzések, hogy a magyar sportsajtónak a jelentős részét idézzük, de szerintetek mit jelent valójában ez az olimpiai selejtező? Mi múlik ezen? Hogy készültök ti személyesen ezekre a mérkőzésekre? Gábor, hát vagy az első, úgyhogy kezdjük. Hát szerintem ez, azért ezen elég sok múlik most. Tehát egyrészt ugye Ele Gábor, mint edző megítélése, tekintve, hogy az egész csapatot szinte ő rakta össze egyedül, annak ellenére, hogy ugye Danyi Gábor és Görbic személyében Győri segítői vannak, azért ez elég nagy részt az ő saját klub csapata is. Úgyhogy nagy mértékben függ az ő megítélése egyrészt, másrészt pedig a jelenlegi játékosoknak is ez egy nagyon fontos, mind a fiatal, mind a tapasztaltabb játékosok számára. Úgyhogy hát minden esetre komoly tétje van, és nagyon nehéz lesz kijutni, de nem lehetetlen. Zoli? Teljesen egyetértek egyébként azzal kapcsolatban, hogy ugye rendkívül fontos, ugyanakkor abban nem értek egyet, hogy Ele Gábor megítélés elég rossz egyébként, hogy ennek mennyi a valóság alapja, vagy mennyi a realitása, az más kérdés, de igazából így, hogy Ele Gábor most a hierarchia tetején van, így azért ő csak bukhat tulajdonképpen, bár nagyon nehéz lesz ez az olimpiai selejtező, azért ugye nyilván a kazak csapatot az kötelező győzelem, de azért az a szerb válogatott és az orosz válogatott ellen azért igencsak kétséges, hogy mennyire simán lehet tovább jutni. Ugye. Az orosz válogatottal szerintem lehet egy jó meccset játszani, és igazából lehet ellenük győzni, de ők az esélyesek, míg szerintem a szerb válogatott ellen ugyanez a helyzet a szerbekkel kapcsolatban, hogy mi vagyunk inkább az esélyesek, de ők is győzhetnek, szóval nyilvánvalóan nagyon észnél kell lenni, és hát közszeget lehet pufogtatni, hogy napi forma dönt, meg hasonlók, de most van még két hét, ugye, de bár ez alatt azért inkább mérkőzések lesznek, sőt, hogy otthon bajnokligája is, szóval nem csak teljes mértében erre a selejtezőre lehet készülni, igaz, ez mondjuk a többi válogatottra is, szóval szerintem nagy a tétje, bár ugye most nem voltunk kint olimpián, jó lenne megint magyar csapatnak drukkolni, úgyhogy nagyon reménykedünk, legalábbis én, hogy ott lehetünk. Bocsánat, visszakérdezek, szerinted kicsit így Gábor mellett, vagy az ördög ügyvédjeként, hogy ő nem arra gondolhatott, hogy Gábor megítélése kapcsán, hogy ha ez a selejtező nem sikerül, ez egy ilyen végleges lökés lesz abban az irányba, hogy őt végleg elkönyveli negatívan a magyar kézilabdás közvélemény? Hát igazából erős szó lehet, bár ez igazságtalan lenne szerintem vele szemben. Ugye tudjuk, hogy sikerült ez az Európa-bajnokság most, nem túl pozitívan, ezt mindenki tudomást szerzett. Már akkor is kaptak hideget, meleget, ugye most az MKS úgy döntött, hogy akkor lépnek egy hierarchiát, és most ugye az Ele Gábor lesz úgymond a fő, és hát ezáltal ugye a fő felelős az egészért, és hát abban biztos vagyok, hogy ha kijutunk az olimpiára, és vége lesz az olimpiának, azután szerintem új vezetőedző lesz a válogatottnak, főállású valószínűleg, és hát nagyon remélem én legalábbis. Az Ele Gábor megítélése pedig nyilvánvalóan azért kétséges, vagy azért nehéz, mert hát azért ő most egyet jelent a klubbal, a Ferencvárossal. Most a Ferencváros, ha nem akarok hülyeséget mondani, talán 11 játékosabb most a válogatottban, és ugye a klubban a Ele Gáborral dolgoznak együtt is, hát ennél nagyobb felelősség most nem is lehet, mint most van. Úgyhogy csak reménykedni tudunk, hogy ez jól meg fogja oldani. Dani? Hát itt már sok mindent elmondatok. Én azt emelném ki, hogy ugye
Tehát itt, ha játszunk, az valamennyire azért előny igaz, hogy nem lesznek nézők, de csak nem kell elmenni Oroszországba vagy Kazaksztánba. És hát szerintem semmi színről ott nem szabad abból a mesből kiindulni, amit játszottunk a szervekkel legutóbb, mert ugye ez elég sima volt. Tehát nyilván egy kazak meccsel kezdünk, ott azért kicsit bele kell rázódni, de a szerveket azért nyilván mindenféleképpen jó lenne megverni. Tehát az lesz a kikimes szerintem mindenképp a szervek, mert ugye azért nyerjük első két meccsünket, akkor már meg az orosz az... És az olyan forgatókönyv nem lehet, hogy a szervek verik az oroszokat? Hát ebben olyan is lehet, most ugye én a visszamcögünkből kezdtem el így a mérkőzéseket nézni, az is benne van, tehát is minden megtörténhet. Ez tény, hogy ugye nagyon régen jártunk olimpián, ez ugye a sportágnak számítana, meg úgy ugye az egész magyar olimpiai csapatnak, meg a csapatnak is. Tehát ugye valamelyik nap, amikor láttam az interjút a Sasztri Nadinnal, tehát látszott rajta, hogy nagyon szeretnének kijutni, és azért azon vannak, hogy ugye ez sikerüljön, de ő is kiemelt ezt a szerb meccset, úgyhogy szerintem erre kell nagyon felkészülni. Ez lesz a kulcs a szerbek ellen meccs szerintem. Hát igen, én abból indulok ki, hogyha nem veri meg a szerbeket, akkor nem jutunk ki az olimpiára. Hát az biztos, tehát biztos, hogyha most kiki meccset kell játszani az oroszokkal, abból nem fogunk jól kijönni, szerintem. Ha úgy alakul, hogy mondjuk, tehát azért kellene így a szerbek ellen mindenképpen nyerni. Tehát akkor úgy is fogalmazhatnánk, hogy lényegében a szerb meccsen dől el nekünk minden. Tehát ugye a kazakot be kell húzni, a szerbeket jó esetben be kell húzni mellé. És onnantól kezdve az oroszok elleni, úgymond kiki vagy meccs, az már egy ráadás. Hát ott már lehet igazából akkor már készülni a továbbiakba, tehát ez már olyan szempontból is egy olyan lehet, hogy hát ez mindenképpen a szerb meccs lesz a kulcs az egészbe. És arról lehet meglepetés, mondjuk. Bocsánat, mondjad, Laci. Martin, amúgy meg lehet meglepetés, mert ha az első nap a szerbek verik az oroszokat, onnantól kezdve borul a papírforma. Hát akkor igen. Ezt akartam is hozzátenni, hogy a papírforma szerint, de itt pontosan azért szép az a sport, meg az összes sport, hogy nem mindig a papírforma érvényesül, úgyhogy ez egy lehetséges forgatókönyv, hogy a szerbeket megvívok, mindig az olimpián jók, a kazakokat is oda kell tenni, de azért remélhetőleg ők azért nem okoznak sem. Egyik csapat nem fogod. Kínától jobban féltem volna, mint fekete ló, sötét ló, de így azért a kazakok azért inkább egy verhető kategóriának tűnnek. Horvátok is ennek tűntek decemberben. Ja, horvátok, igen. Ja, hogy a horvátok is verhetőnek tűntek decemberben. Na, igen. Na, igen. Hát az nagyon csúnya lenne, hogyha mindjárt az első meccsen nem nyernék már egy döntetlen is, tehát akkor szerintem ez tragédia lenne. Hát akkor bepánikolna mindenki, ha itt a kazakok ellen azt csinálnak, mint a horvátok ellen az EB-n. Nem szabad erre gondolni, de hát nyilván az ördög nem alszik. Jó, hát a felkészítő edzők ugyanazok, tehát nagy változások nincsenek a keretben, ha azt nézzük. Nem? Abszolút, tehát ez az EB csapat. Jó is, hogy mondod, akkor menjünk végig szerintem posztonként a kereten, ugye a kapuban Szikora, Bíró, Janurik, azt hiszem itt nincs kérdés, hogy a három legjobb formában lévő magyar kapus, de jelenleg kivel kezdenétek, mert hogy Janurik Kinga nagyon jó formában van, Bíró Blanka talán a hierarchiában ellenáll, de ugye keveset játszott mostanában, és hát Szikora is azt gondolom, hogy legutóbb a válogatottban azért bizonyított, hogy lehet el számítani, szóval ez egy dilemma lehet, hogy kivel indítunk kapus poszton, mit gondoltok? Hát addig még egy hét van, bocsánat, mondjad? Mondjad. Hát addig van még két hét, de ugye a mostani szituációt nézzük, akkor én biztos Janurikkal kezdenék, mert ugye Bíró Blanka volt beteg, mondjuk így, vagy sérült, vagy nem tudjuk, hogy miért hiányzott pontosan, és Szikora Melinda is volt most sérült, és nem is játszott az utóbbi időben, viszont Janurik parádés formában van, szóval én mindenféleképp, mivel a napi rutin, vagy napi forma dönthet, ugye most én a legjobb formában lévő játszókapust mondanám első számúnak, az pedig Janurik Kinga. Jelen esetben, aztán két hétig még lehet sok minden, hogy történik, lehet sok minden történik, de most én jelen esetben biztos Janurik Kingával kezdenék a kapuban. Többiek? Pont ezt akartam is mondani, amit az Zoli mondott, hogy ugye most a utóbbi meccsek alapján egyértelmű Janurik, aki jó formában van, meg ugye meccsben is van igazából.
tehát én is ővel próbálkozni első ízbe, aztán nyilván majd a mérkőzés képe is majd hozza a dolgokat, hogy esetleg hogy megy neki, vagy be kell cserélni mást, vagy alakul, de szerintem is vele kéne először. Viszont az ilyen az a nehéz egyébként, hogyha Janurik kezd, akkor ki lesz a másik kapus. Ugye két kapussal fogunk valószínűleg menni minden mérkőzésre. Egy, egy hát a bíró szerintem. Én azt nem tudom. Igen, akkor viszont igen, akkor ez elég jó kérdés, hogy, hogy ki lesz a második, úgymond. Hát figyelj, szerintem marad a bevált szisztémánál, tehát Fradiba is egymást váltják, tehát mint csapat. Innentől kezdve egy kiegészítő kapusok egymás mellett. Szerintem egyértelmű. A Szikora az maximum akkor fog helyet kapni, hogyha valamelyikkel valami történik. Tehát vagy a bíróval, vagy a Janurika. Vagy esetleg olyan mérkőzésen, tehát olyan mérkőzés meg ugye nem lesz, mert még azt mondhatnánk, hogy az első mérkőzésen a kazakok ellen kaphatna lehetőséget, de szerintem nem. Gábor? Hát az nem kérdés, hogy Janurik fog kezdeni. Most hirtelen azt nem találom, hogy itt ugye be a három napban lehet-e cserélni, mint az EB-n, de ha abból indul ki, hogy nem, akkor ez Szikorának lehet egy fájdalmas élmény. Illetve láttam vele egy interjút még talán a Siófok és a Fradi meccs előtt, amikor egyértelműen elmondta, hogy jelenleg úgy tűnik, hogy ő már rendelkezésre állhat a selejtezőn. Ugye ebben a mondatban benne van, hogy nem biztos, hogy ott tud lenni. Úgyhogy ez is arra utal, hogy inkább a bíró és Janurik páros lesz kint, Janurikkal kezdődően. Hát azt nem meglátjuk, rábízok el a Gáborra. Menjünk tovább akkor a szélre. Ugye itt egy igazán kérdéses pont van. Kovács Anett kerül be Faluvégi Dorottya helyre az EB-hez képest. Erről a váltásról mit gondoltak? Ugye van ennek egy olyan olvasata, hogy hát bizonyos szurkolói hangok szerint ugye Kovács Anett azért kerülhetett be a válogatottba, mert a Ferencváros játékosa, hogy hát ez lehetett a döntőért mondjuk Faluvégivel szemben. Mit gondoltok az ő szerepeltetéséről? Van abban kockázat, hogy egy világversenyen még soha nem járó játékos fog mondjuk a szervek elleni utolsó támadásban viccet lőni? Nem hiszem, mert hogyha így alakul, akkor nem tudják a kezébe adni. Tehát láttam statisztikákat, ami alapján Kovács Anett az idei, vagy a BL eddigi meccsein azt hiszem 22 gólt szerzett, és ezzel szemben ugyanúgy mellé tették Faluvégi Dorottya statisztikáit a maga 14 góljával. És lényegesen kevesebbet is játszott, percbe is, úgyhogy szerintem minden érve amellett szól, hogy Kovács kerüljen a keretbe. Most az, hogy most éppen ő Fradi játékos lett, még Faluvégi már nem, szerintem az megint másodlagos. Többiek? Hát igen, ez pontosan annak az olvasata, hogy azért nehéz kérdés, mert ugye az Ele Gábor a Fradi edzője, és ha egy teljesen független szövetségkapitány lenne, akkor ilyen kérdés nem jöhetne szóba, mert én is úgy gondolom most, hogy bár Faluvégi Dorottyát én nagyon csípem, meg kedvelem, meg nagyon játékos, de Kovács Anett az utóbbi időben elég komoly formán mutatott, és igazából ő nem is játszott talán olyan sokat, mert a Málestein azért elég jó nyomja mostanában. Viszont pont az is lehetséges egyébként, hogy Kovács Anett oda kerül szélre, akkor pontosan azért lesz előny, mert nem ismerik őt a kapusok, a nemzetközi szintű kapusok, ez is előny lehet egyébként. Szóval én úgy gondolom, hogy a csele nem volt rossz, sőt igazából szerintem, mivel a legjobb formában lévő játékosokat kell most behívni, ezért szerintem a Kovács Anett jobb van, mint a Faluvégi Dorottya, és szerintem az nem akkora markáns különbség vagy faktor, hogy most nemzetközi szinten már mutatott vagy nem mutatott. Azért a Bajnok Ligájában az is egy elég magas nemzetközi szint, ott azért helytállt, a magyar NBA-ben, ami a világ egyik, hanem a legerősebb bajnokság, ott is helytállt, szóval szerintem abszolút ott a helye, és szerintem meg is fogja mutatni, hogy miért van ott a helye. Laci, Daniel, még valami? Hát én néztem az érdemi meccset a Fradinak, ott elég magabiztosan játszott szerintem. Hogyha azt a formáját tudja hozni, amikor oda kerül, akkor szerintem nem volt ez olyan rossz döntés.
Nyilván, hogy Lukács biztos, hogy többet fog játszani, meg ő fog többet pályázni, de ha így kiegészítésként ezt tudja hozni, akkor szerintem, meg hát nem biztos, hogy ott fognak eldönni a lényegi dolgok, hogy szélen. Mármint, hogy ki a, úgymond a második szélső csapatban. Hát szerintem meg lehet a pillanatnyi forma alapja, szerintem ezt meg lehetett próbálni. Aztán majd utólag okosabbak lehetünk. A bal szél, ugye ott Sacha Nadin szintén eléggé játékon kívül, Márton Gréta viszont elég magabiztos volt. Itt is ugye megint az a kérdés, hogy mire szavazunk a rutinra, meg arra, hogy Sacha szerintem jelenleg a legjobb magyar női kézilabdázónak. Vagy arra, mármint női vonala, vagy arra, hogy Márton Gréta pillanatban nagyon jó formában van. Ugye az a véleményem egyébként, mint a Janőr Kinga esetében, hogy Márton Gréta elképesztő formában van, és a Nadin, hát most már játszogatott, meg edzeget, de azért ez a komoly arcsérülése, ez nyilvánvalóan nem előny, úgyhogy én egyértelműen mindenféleképpen Márton Gréta mellett tenném le a voksot. Ugye az egy más kérdés, hogy Sacha Nadin, bár igen, ő a legjobb magyar balszélső szerintem most Magyarországon, ha úgy mindent összevetve nézünk, akkor talán Fodor Csengét is esetleg meg lehetett volna nézni, vagy legalábbis talán esélyt lehet volna adni, mert ugye ki tudja, hogy milyen állapotban lesz a Sacha-nak az arca esetleg, félti-e, nem félti, 100%-os állapotban lesz-e, még a Fodor Csenge azért most ő is mutatja, hogy azért helye van ebben a csapatban, vagy a jövőben legalábbis számítani kell rá. Többiek? Igen, az mindig is komoly kérdés volt, hogy Márton vagy Fodor. Hát most az, hogy Sacha-nak ott van a helye a keretben, az nem vitás. Márton Gréti az úgy gondolom, hogy ráfogált erre a dologra az elmúlt hónapok és az elmúlt mérkőzések teljesítményével. Hát most ugye három klasszisból egy neki kellett maradnia, most ez Fodor Csenge lett. Nem tudom, hogy ebben ugyancsak mennyire van benne az, hogy Elek Gábor kontra nem Elek Gábor, de az szembetűnő, hogy nem csak most, hanem már a decemberi EB-n és a 19-es világbajnokságon is Márton Gréti volt ott Fodor Csenge helyett. Úgy tűnik, hogy valamiben azért Gréti jelenleg jobb, mint a Csenge. Majd meglátjuk, hogy ez későbbiekben hogy alakul. Én mondjuk ezt kicsit másféleképpen nézném meg, mert ugye most így ránézünk a teljes keretre, azért úgy szakmailag, mint egy edző, csak ahhoz nyújt hozzá az elek, amit ismer. Akiket ismer, akiket össze tud rakni. Mert azért valljuk be őszintén, tehát Lukács ugye nemrég ment el a Fradiból, tehát azért nagyjából az összes játékossal játszott együtt, aki jelenleg ott van a Fradiba. Tehát egy összeszokott társaság, aki az ő keze alatt az ő taktikáját, az ő elképzeléseit valósította meg, tehát nyilván biztosra ment. Nagyon kevés az olyan játékos, aki úgymond nem játszott a keze alatt. Szerintem. Tehát itt az most, hogy kinek milyen, vagy hogy most mennyire értünk vele egyet, vagy ért vele egyet az ember, hozzányúlt az elek a biztoshoz. Tehát próbálja a biztosat behúzni, aztán, hogy ebből jól jön ki, vagy nem jön ki, ez már a jövő kérdése. Akkor ha már a biztosnál tartunk, ugye irányító poszton is történt két változás, ugye Szucsánszki Zita visszakerült a válogatottba. Ha jól emlékszem, utoljára 2017-ben a németországi világbajnokságon volt, és akkor is csak tartalékként szállt be, ha az emlékeim nem csalnak. És ugye Vámos Petra is bekerült, ugye Tóth Eszter és Lakatos Rita viszont ki. Ezekről a változásokról mit gondolunk? Hát ha most megnézzük szerintem a jelenlegi keretet, akkor Szucsánszki talán legrutinosabb. Ha úgy megnézzük így a többieket. Szerintem a kritikus helyzetekben, hogyha be kell szállni, akkor ő szerintem nyerhetünk vele. Az összevés ugye azért veszélyes, vagy hát véleményes, így ugye mindenki tudja, hogy az Elek Gábornak a
élettársa is, illetve hát a felesége. Én láttam egy mostanában elég sok feladi meccset, és azt mondtam akkor is, hogy ott a hely a válogatottban, viszont én is úgy gondolom, hogy a rutin most sokat számít. Én a fiatal irányítók mellett is vagyok, ő vége egy jövő, ebben biztos vagyok, de most nem árt egy tényleg rutinos irányító játékos, akiben bíznak is, és aki össze tudja szedni a csapatot. Igen, nyilvánvalóan nem ő fog kezdeni, ez szinte biztos, hanem Anikó, és az a kérdés, hogy a mellette lévő játékidőt hogyan tudják hasznosan eltölteni az irányítók, és ebben Szucsánszki jó lehet, hiszen nem egy szokatlan pozíció lesz, hiszen az összes többi játékos azért sokat játszik a klubcsapatában, Zita pedig hozzászokott ahhoz, hogy úgymond tartalékként, vagy hát egy kiegészítő emberként teszi hozzá a maximumot, és ebben az esetben ez jó lehet. Nem hiszem, sőt biztos vagyok benne, hogy nem azért került be a válogatottban, mert az Ele Gábornak a kedvese, szóval ez nyilvánvaló. Én úgy gondolom, hogy ebben az esetben most sokat segíthet a csapaton az, hogy van egy ilyen játékosunk. Hát, hogy nem felejtsük, hogy ő is, és Vámos Petra is kitűnő kettes védő, ami ugye nagyon fontos lehet, mert azért vajukban az Erwin a védekezésünk nem volt a helyzet magasokán a meccsek többségében. Vámos Petráról mit gondolunk? Ő egy jövőbeli klasszis, egy tehetséges játékos, vele mennyire kell még csinyán bánni? Én megmondom őszintén, nem végezetnek a csinyán bánjunk a fiatal játékosokkal híve, mint edző sem. Még igazából mutatják hétről hétre az NBA-ben, hogy ott a helyük. Ugye azért elég sok gólokat lőnek, csinálják a dolgot, és rengeteget játszanak, ami nagyon jó. Úgyhogy én most úgy gondolom, hogy az olimpiai selejtezőre a legjobb csapat kell. És ugye a legjobb csapatban is a legrutinosabb játékosoknak kell ott lenniek. Hogy a jövő az övéké, ez egészen biztos, de most talán lehet, hogy jó döntés volt az, hogy a tapasztaltabb játékosok mellett tettél a voksot a Elegdanyi páros, szerintem legalábbis. És mondjuk a Vámos-Lakatos összevetésre mit gondoltok? Ugye két korban közel álló tehetséges irányító, és ugye az Ermin Lakatos Vita volt, most pedig ugye Vámos Petra kapott bizalmat, még akkor is, ha valószínűleg harmadik számú irányító lesz. Hát a Lakatos Vita mostában volt sérült, azt hiszem, vagy nem játszott annyit legalábbis, úgyhogy még Vámos, hogy azért igencsak ismételt azt kell mondani, hogy termeli a gólokat és jól játszik, szóval ez nem volt meglepetés számomra, hogy csere volt ezen a poszton. Az más kérdés, hogy talán esetleg nem biztos, hogy Vámos, de talán akár Pál Tamarát is meg lehetett volna próbálni, vagy legalábbis ő is szóba kerülhetett, mint lehetséges játékos irányítónak. Többiek? Hát nálam nem kérdés, hogy Vámos jelenleg jobb egyszerűen, mint a Lakatos Rita. Mozgékonyabbnak tartom, határozottabbnak, bátrabbnak. Nyilván azért az is sokat számít, hogy összevetésben talán a Debrecen sokkal jobb csapat, mint a Vác, ami ugye erősebb szintű edzésmunkát igényel, jobb kondíciót és társai. Valószínűleg őt inkább valóban a harmadiknak viszik ki, én tartaléknak, ha esetleg Kovacsics vagy Kucsánszki megsérül, akkor be lehet dobni, illetve egy Kazahsztán elleni meccsen, mondjuk plusz 15-nél be lehet küldeni a mélyvízbe, hogy egy kicsit szokja a légkört. De szerintem ő ezzel a célral van ott. Nyilván az olimpiára is, ha megy, akkor ugyanígy harmadik számúként megy. Az olimpia után ugye lesz 3, akkor szépen abban a 3 évben viszont be lehet építeni a fiatalokat a keretbe, akkor a következő olimpiára már lehet menni ezzel az újabb, frissebb, fiatalabb kerettel. Oké. Akkor nézzük az átlövőket. Ugye balátlövőben nem történt változása az EB-hez, képest Szőrűsi Zácsik Szandra és Háfram Némi, illetve Szekeres Klára, akiről majd szerintem külön érdemes lesz beszélni egy másik blogban, mert talán ő az a játékos, akinek a helye leginkább kérdéses lehet most jelenleg a csapatban. De akkor ugye Háfra és Zácsik, még a másik oldalon Tomori, Kluiver és Kisniki, aki ugye szintén az EB után visszakerült. Itt hogy látjátok a hierarchiát? Megint érjek az első.
Jó, akkor nem én vagyok az első. Mondjad. Szerintem itt átlövőket, ha nézzük, akkor Áfra, Noémi az utóbbi hetekben, hát azt ugye látjuk, hogy nem igazán van forrálva, mert talán nem is játszik olyan sokat. Úgyhogy ha most így azt kell nézni, hogy sok Fradi játékos van a keretben, vagy esetleg ki az, akit mondjuk kivennénk, hogy ne lennének olyan sokan. Lehet, hogy azért most úgy lenne az egyik, hogy nincs formában az utóbbi hetek, meg nem is sokat játszik. Ellenben Zácsikkal, aki ugye jövőre ugye a Fradiba lesz, tehát ugye még MTK-s, de Fradiba tart. Ő azért sokkal jobb formában van. Jobban átlőve szerintem most ő a top 1 nálam. Igen, Balát lövőveiken nincs kérdés, szerintem sem. És ha azt nézik, hogy Tomorit egyébként mind a két oldalon lehet használni, bár Tomori is elég keveset játszott az utóbbi időben, szóval ott is nyilván tapasztalat fog dönteni egyébként, tehát hogy Tomori Zsuzsai az egy tapasztalat játékos, és hát valószínűleg az utolsó olimpián lenne szerintem, sőt, hát több mint valószínű. Szóval szerintem a Zácsik háfei van a hierarchiában, és attól félek, hogy Kisnik fog kimaradni, de ugye Klujbe Katrin szerepe az nem lehet kérdéses. Ugye az fontos, hogy ha nem öt egyet védekezünk, akkor már pedig azt nem fogunk valószínűleg, akkor védekezés támadásba cserélni kell mindenféleképpen, és akkor azért az problémásabb, de szerintem Tomori és a Klujbe lesz ott a selejtező. Laci, rég szóltál hozzá. Nagyon mosolyog. Figyelj, Isten igazából, tehát Balát lövőben nem kérdés. Tehát a Háfrának a jelenlegi formája, de ez nem csak pár hete, szerintem ez úgy tart, úgy október óta nagyjából. Ott a Szőlősi Zácsik, amit produkál, szerintem az egyértelmű. Ugye, mint mondtad is, a Szekeres Kláráról az egy külön fejezetet érdemel. Szerintem mindenképpen. Jobb átlőnél ott az egy érdekes kérdés. Én a Klujbert biztos, hogy elsőnek fogja tenni a Klujbert, a Tomorit kiegészítőnek. A Kisniki, hát kérdés, hogy miért viszi. Ugye pont ahogy mondta Zoli is, hogy Tomorit ugye mind a két oldalon be lehet vetni, de általában be is vetik. 23-as védő, ugye, ha úgy van, már pedig arra valószínűleg szükség lesz. Ez tény. Valószínűleg szükség lesz, meg a termetéből kiadódóan, mert ugye megnézzük az összes többi játékos, azért egy kicsit mélyebb növésű. Innentől kezdve, hogyha egy masszív, magas hatos falat szeretnénk, akkor mindenféleképpen kell a Tomori. Én azt mondom, hogy elsőként Klujberre fog kezdeni, tehát mindenféleképpen. És a Tomori lesz úgymond a váltója. Kisniki az szerintem egy mérkőzésre lesz nevezve. Nagyjából. Jó is, hogy említettétek a hármas védőket, akkor beszéljünk is Szekeres Kláráról. Ugye már az Erdén is azt láttuk, ugye, ha nem csalnak az emlékeim, gyakorlatilag egy óra alatti játék ideje volt a tornán. Ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy valami nagyon-nagyon minimális. Mert hogy ugye a Tomori Zsuzsa volt az, aki tulajdonképpen védekező specialistává lépett elő. És ugye hármast védekezett az aktuális beállóval. Mi lehet az oka Szekeres Klára beválogatásának? Rutin? Bizalom? Hát jelen esetben szerintem mindenféleképpen a bizalom jele, úgymond, meg hogy Gábor ismeri nagyon jól. Ráadásul sérült is volt az utóbbi időben. Igen, pont azt akartam mondani, hogy ráadásul az utóbbi időben a Ferencvárosban sem nagyon játszott, mert rengeteget volt sérült, és ez ugye a legutóbbi mérkőzésen sem játszott, és ugye két hét van a mérkőzésig, valószínűleg a BR azért hatra fogható lesz, de utána rögtön jön a selejtező. Szóval érdekes kérdés, én úgy gondolom, ebben az esetben abszolút, mint úgymond bizalmi ember szerepel, ami azért nem biztos, hogy jó egyébként, vagy jó jel a többieknek, a többi játékosnak, mert hát azért vannak rajta kevés nagyon jó játékosok nyilvánvalóan, de jelen esetben úgy érzem, hogy ez egy bizalmi poszt, egy bizalmi nevezés igazából, mert az sem biztos szerintem, hogy mint az Európa-bajnokságon, hogy
hogy hát nagyon keveset játszott, holott ott volt, ugye. Szóval most is lehet, hogy hasonló lesz. Akkor viszont érdekes kérdés, hogy akkor tényleg miért van ott. Nem megbántva természetesen őt, mert őt is nagyon, nagyon kedveljük, meg aranyos lány, de jelen esetben nem biztos, hogy őt neveztem volna, amikor rengeteg jó játékos van Magyarországon. Gábor, Dani? Nem kívánok hozzászólni. Hát olyan, hogy már többiek elmondták itt szerintem még dolgokat erről. Oké, akkor még ugye egy pozíció van hátra, minden igaz a beálló, ez megint egy érdekes kör lesz, ugye. Gyakorlatilag egy szóban össze tudom foglalni a kérdéseim nagy részét, Asma. Mi van vele? Miért nincs? Ugye hallottuk a kézi vezérlés extrában ugye a magyarázatot, és itt mutatom a sok idézőjelet. Hogy lehet azt indokolni, hogy egy VR-ben nyertet beálló szóba sem kerül egy olimpiai selejtező elő? Hát szerintem is, ahogy... Jó, kezdje Gábor! Tehát szerintem is, ahogy pláne annak tényében, hogy egy, hogy fogalmazok, egy gyengébb teljesítmény után kisfalú, annak pedig bekerült. Annak tényében, hogy látjuk, hogy azért a bajnokok ligájában igencsak nem fényesen teljesít. Helenbay Fanny és Tóvízi Petra pozíciója szerintem az értető. Helenbay talán az egyik legagilisabb beállószint, Tóvízi Petra pedig róla el lehet mondani azt, hogy ő egy fiatal tehetség, benne még nagy potenciál van. Úgyhogy itt tényleg kisfaludja, annak szerintem a gyenge láttam, és igazából nem látom azt, hogy ő ténylegesen mit keres most ebben a válogatottban. Én jövök. Hát ugye én elég sokszor elmondtam, hogy a legjobb csapattal kell menni egy olimpiai selejtezőre mindenféleképpen, és abban egyértelműen azt ma a legjobb beállós. Azt tudjuk először, hogy Kulcsa Alanita óta a beállós poszt az hiányposzt, mondhatjuk így, mert vannak nagyon tehetséges játékosaink, és igazából Helenbay Fannyra vagy Tóvízi Petra sem volt panasz az Európa-bajnokságon, de nem klasszis beállósok, ugye, és ez nagyjából minden válogatottban van egy olyan beállós, akit egyszerűen nehéz megfogni, és van itt nekünk egy lehetőségünk, egy Asma, aki bajnokligában szerepel, és jól szerepel, és az, hogy nem kerül be a szűk keretbe, az még azt talán azt mondja elfogadható, hogy az, hogy szóba sem kerül, ez szerintem ez egészen botrányos. Az MKS magyarázata pedig egészen arcpirító ezzel kapcsolatban, mert Pálinger Kata is Kisnerika tulajdonképpen majdnem lebutázta, hogy hát ő nem volt képes felfogni a feladatokat, meg ilyesmi. Nem így tűnik nekem a váltsában, úgyhogy számomra ez egy fájó pont egyébként, és nem csak azért, mert én magam is beállós voltam, vagy ebből a tematikával dolgozatomat, de ez egyszerűen erre épeszi magyarázat nincs, szerintem, és hát pontosan ezért, ha pont ezen a poszton bajba leszünk, és nem jutunk ki az olimpiára, akkor ez csak is Jele Gábor és a Magyar Kézilabdaszövetség sara, és ezt továbbra is fenntartom, szóval én úgy gondolom, hogy ilyet egyszerűen nem lehet megtenni egy olimpiai selejtezőn, amikor az olimpia tét, és arról beszélünk, hogy milyen fontos ez, és mennyire rendkívül hasznos ugye, az utánpótlásnak mindennek egyszerűen összefügg, akkor nem lehet megtenni azt, hogy a legjobb formában lévő beállóst, aki magyar válogatottban játszhat, nem hívunk be, még csak nem is gondolunk rá, a mehesség egyik a gondolatot, szóval ez szerintem példátlan. Laci? Teljesen egyetértek a többiekkel. Nálam a Kisfaludi az egy fekete ló mindig, tehát neki talán néha vannak jó napja is, de mondjuk azt, hogy ez nagyon ritka. Ezt mi ritkán látjuk, igen. Igen, talán utoljára még az Érdben volt, de az még nagyon a legelején volt. Akkor se tudom, hogy miért. Másik két, tehát a Helenbay Fanny és a Tóvízi Petranak a helye az nem kérdés számomra. A Kisfaludi az egy kérdéses játékos.
mondhatnánk azt, hogy sorolhatjuk a szekeres mellé, de mégsem. Oké, igazából két kérdésem lenne, még mert nagyon szalad az idő. Az egyik az az, hogy mi gondoltok arról, hogy ugye az EB után ki lett alakítva a hierarchia a két lábor között, hogy szerintetek ez egy szükséges lépés volt, vagy sokkal inkább itt arról van szó, hogy hát csináltunk valamit, hogy úgy nézzen ki, mintha gondolkodnánk azon, hogy miért nem jó a válogatott, és akkor ez egy ilyen látszatintézkedés, vagy ahogy az elején kérdeztem, ez erre szükség volt. Úgyhogy hogy látszik majd meg ez a mindennapi munkában, mert nem tudom elképzelni, hogy Elek Gábor mostantól nem kéri ki a Daninak a véleményét. Tehát valószínűleg ennek a mindennapi munkában azon kívül, hogy elő Elek fog meccselni, nem nagyon lesz érdemi befolyásoló. Abszolút, én is azt gondolom, hogy ebben a ez jól néz ki, hogy most ezt kialakítottak ezt a hierarchiát, de nem hiszem, hogy ez a napi munkát befolyásolná. Azt ugye köztudott, hogy ők nagyon jóban vannak, jó barátok is mondhatni, és egészen biztos vagyok benne, hogy ez nem befolyásolja ezt a fajta munkát. Abban is biztos vagyok, hogy ezt megbeszélték előtte, szerintem, mintha erre talán utalt volna is az Elek Gábor. Szóval én úgy gondolom, hogy ahogy a Mocsai tanár is mondta egyébként a kézivezés műsorában, hogy ahhoz, hogy megfelelő döntéseket tudjon hozni az ember, ahhoz egyedül kell, hogy legyen kvázi. A felelős pozícióban ez abszolút szükséges. Úgyhogy ebből a szempontból egy talán jobb egyébként, hogy mert azért voltak érdekes időkérések az Európa-bajnokság során, amikor három felé kapottuk a fejünket, hogy mert mindenki beszélt. Szóval nem baj az, hogyha az időkérésnél meg a meccselésnél van egy főnök, de biztos, hogy benne hogy a komoly döntéseket, azokat meg fogják beszélni a kispadon is. Én azt mondom különben, hogy ez csak egy látszat. Tehát lényegében az, hogy kinevezelek legyen a szövetségi kapitány, de én csak szövetségi edző. Lényegében ez csak egy látszat. Tehát, valahogy el kellett esegetni azt, hogy nem kettős vezetés van. Mert, mint ahogy Zoli is mondta, tehát ugyanúgy megy tovább kettős vezetésbe, csak most adtunk valakinek egy címet, a másiktól pedig elvettünk egyet. Ez is lehet. Én inkább arra gondoltam elsősorban, hogy az MKZ itt próbált agyalni, hogy valamit változtassunk, valamit javítsunk. Ugye szóba került még Vova is, mint lehetséges opció, itt aztán elég hamar le is léptek, mint lehetőség, de valóban egyszerűen szerintem eddig jutott el az MKS, hogy akkor ezt így most meglépjük, és akkor tényleg úgy látszik, mintha valami tettünk volna, de igazából nem jutottunk egyről a kettőre, és akkor majd megpróbálják a esetleg olimpia után valakit szerződtetni, majd főállásban klub nélkül. Hát jön Ambros vissza. Nincs ezzel probléma. Megmondjuk, Golovin Vladimirról volt szó, hogy ő már épp aztán úgy érzi, hogy készen áll rá, csak ő ragaszkodik mellé egy klubcsapathoz is, mert ugye ő kijelentette, hogy egy edző csak akkor lehet jó a válogatott élén, ha közben meccsben van. Most nem tudom, hogy ez mennyire fekszik majd az MKS-nek. De egyébként erre kitérhetünk röviden, szóval szerintetek ez nem egy irreális elvárás az MKS részéről. Tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés olyan szövetségkapitányt látunk a világon, akik nem klubedzők mellette. Tehát hogy azt gondolom, hogy a világ nem erre felé halad. Egy-két nagy nemzet van, még mondjuk a norvégok vagy a franciák, akiknél főállása a szövetségkapitány, de azért azt látjuk, hogy klubedzők is mellette nagy részt a szövetségi kapitányok. Tehát, hogy nem egy irreális elvárás, ezt nem saját magukat hozzák azzal nehéz helyzetben, hogy egy ilyet belefoglalnak. Mert ezután nyilván nem lehet majd kinevezni egy klubedzőt, mert az a kommunikáció szempontból megint vétetetlen lenne. Ez jogos egyébként, de az MKS úgy általában mindig változtatja a saját szabályait ilyen szempontból. Tehát volt, amikor azt mondták, hogy főállású kapitány, aztán úgy adta, akkor mégsem. Én az előbb elmondtam, hogy a főállású kapitány mellett vagyok, pontosan azért, mert nyilván
én úgy gondolom, hogy nem zavarhat, nem lesz, nem egy zavaró tényező, hogy valaki klubedző, de azokat a feladatokat, amiket egy válogatott edzőnek el kell látnia, azért az úgy gondolom, hogy teljesen bet kíván, ugye itt most már nem csak edzéseket tart az ember, hanem itt azért komoly mérések vannak, itt beszéltünk a pszichológiai háttérről, a különböző motorikus tesztekről, tehát ezt mind nyilván egy stáb csinálja, nem csak az edző, de pontosan ezért, mert Magyarország egy ilyen szempontból szerintem egy kicsit érzékenyebb. Lehet klubedző egyébként, de akkor nyilvánvalóan nem a Fradi, vagy nem a Győrnek a klubedző, mert itt azért ellentétek vannak, és feszültségek vannak. A Vova egyébként lehet egy olyan klubedző, aki jó szövetségkapitány is lehet, és elfogadja mindenki szerintem, és ő egy olyan reális klubedző lehet, olyan reális választás, aki mind a kettőben megállhatná a helyét szerintem. Az MTK-nak a céljai teljesen mások, mint a Győrnek, vagy a Ferencvárosnak. Nem játszanak például a bajnokligáját, ugye ott is több ideje van például adott esetben, ha már szóba került. Teljesen más, mint ha valaki minden hétvégén utazik, bajnokligáját játszik, mindahol úgymond nyernie kell. Szerintem Vova lehetne az egyetlen, talán most hirtelen, aki eszembe jut, aki talán főállású edzőké, vagy nem csak főállású edzőkön is megállna a helyét, és elfogadna a közvélemény, a magyar közvélemény szerintem legalábbis. Többiek? Ez még valami? Hát szerintem is főállásúban kellene gondolkodni, de úgy, hogy akkor őt hagyni is dolgozni. Tehát ha nem is jönnének az eredmények mondjuk az első egy-két világversenyen, akkor nem az, hogy akkor megint kapitány probléma, akkor megint kéne valaki, de nincs. Tehát szerintem az kéne, hogy főállásban, de tényleg akkor 4 évet hagyni dolgozni, bármi is van. Tehát én azt mondom, hogy arra szerintem kell. Mindig csak tüzet oltuk egyébként. Igen. Hát jó, csak az a baj, hogy erre a közvélemény is rájátszik, mert ugye tehát hiába mondjuk azt, hogy valakinek 3 éves szerződése van, 3 éves kapitányi szerződést aláír, ha egyszer az első világversenyén 16. helyen végeznek, vagy a 10. helyen, utána a közvélemény az meg is eszi. És innentől kezdve, most nem az MKS védelmére, de eléggé nagy nyomás alatt vannak, és onnantól kezdve változtatniuk kell. Nyilván akkor jön a tűzoltás, hogy akkor most megint Magyarország két legjobb csapatának az edzőit összerakjuk, és akkor legyen együttes, vagy éppen most hierarchikusan valami, tehát, de ez se jó megoldás. Hát én úgy gondolom egyébként, hogy ugye én mindig elmondtam, meg is mindig el is mondom, meg ez a véleményem, hogy a Kim Rasmussennek a szerzésbontás az nem volt jó döntés. Hiába, hogy nem voltak eredmények, azért ő nála látszottak előrelépések, és azért ő egy modern felfogású edző volt, vagy edző, még most is egyébként. Úgyhogy mindenféleképpen én ez irányba mennék amúgy. Az, hogy mekkora nyomás ugye az MKS-en, ez igazából az összes többi szövetség is elmondható, szóval egyetértek, hogy a nyomás, de pontosan azért ők a vezető orgánum, vagy vezető intézmény, hogy ezt kezelni tudják, és most azt látjuk, hogy nem tudják kezelni már évek óta. Én úgy gondolom, hogy ezt a nyomást ezt el kell viselniük, és ha egyszer kitartanak egy, azt mondják, hogy na, ő a jó szövetségkapitány, legyen az bárki, akkor ő a jó szövetségkapitány. Szóval akkor ne változtassák meg csak azért a döntésüket, vagy a véleményüket, mert a közlemény éppen a fejét követeli, hanem akkor álljanak ki mellette, hiszen az ő döntésük is volt. Vagy, ha már akkor a szövetségre nem mennie kell, akkor azoknak is menniük kell, akik őt kiválasztották, mert ez összefügg a kettő. Szóval mindig az van, hogy csak az edző a hibás, csak az edző a hülye, akkor elzavarjuk, de mindenki más a helyén marad. Ez egy lehetetlen állapot egyébként szerintem. Úgyhogy úgy kell csinálni, hogy igen, kiválasztunk egy szövetségi kapitányt, akiben bízunk, adunk hozzá egy nagy projektet például, 8 év többek között, mert szerintem 4 év az is kevés, amire elkezdik felépíteni a csapatot, de akkor ha nem tényleg valami nagyon extra durva dolog történik, akkor ki kell állni mellette, és támogatni kell mindenben, és akkor talán lesz eredmény, mert ugye meg kell nézni a szövetségkapitányokat, akik a norvégoknál, a franciáknál most már nem is tudom, évtizedek óta szinte ők vannak, és ez nem véletlen. Akkor is ők maradtak, amikor rosszabbul szerepeltek éppen, ugye ez relatív, de nem változtattak és kitartottak, és ugye megint csak jöttek az eredmények. Hát hívta ennyi. Oké, így a női okot lezár, vagy hát a női válogatottként lezárva még egy olyan kérdésem, hogy szerintetek a játékban várható bármi változás? Vagy mivel a Fradira épül a csapat,
Ele Gábor az edző nagyon kevés idővel gyakorlatilag ugyanazt fogjuk látni, mint az Európa bajnokságon, csak nem jöjjük jobb hatásfokkal. Hát szerintem nem egyébként, ha az év vagyok megint az első, szóval szerintem nem lesz változás, nem is lehet változás. Volt ez a párnapos összetartás, ez pontosan arra elég, hogy úgy nagyjából azok, akik nem a Fradinba játszanak, kicsit megint beleszagoljanak a légkörbe. De igazából szerintem nem, nagy változás nem lesz. Tehát sajnos nem fogunk például 7-6 ellen támadni, ha úgy adódik, vagy nem fogunk nyitottat védekezni, de szerintem ragaszkodunk azokhoz a dolgokhoz, amiket megszokhattunk, amiket láthatunk az Európa-bajnokságon is, és nem hiszem, hogy itt most óriási nagy játékelemeket beépítenénk, vagy hasonló. Nyilvánvalóan a védekezést azt össze kell kicsit jobban szedni, ott nagy erősítés kell, de elő szerintem nem változik semmi, ott is az lesz, hogy most éppen milyen formában vannak a játékosok. De nagy változásra nem lesz, lehetőség sincs egyébként, tehát ez nem előre szólva is elek védelmében, vagy anyagi védelmében, tehát nem lehet sok változtatás, úgyhogy szerintem nem lesz egetverő változtatás. Oké, okay, és hát ahogy látom, nagyon szabad az idő, úgyhogy szerintem, ha a férfi részleg az így ugrik is, úgyhogy beszéljünk a női BL-ről, mert itt van a nyakunkon a 8. döntő, ugye vasárnap rendezik mindkét meccset. Először, ha jól emlékszem, akkor a Győri játszik majd a Vitikely, mert utána pedig jön a Fradi Budućnostnak az első felvonása. Mit várunk ettől a két párhasztól? Egy sima, egy fordított? Vagy azért a Fradinak is bőven van esélye? Ne én kezdjem megint. Hát, Fradinak lehet esélye, de az a baj, hogy nagyon ilyen rapszódikusok néha. Tehát tudnak nagyon jól játszani, tudnak gyengén is játszani, tehát kérdés, hogy már itt a két meccs összesítése alapján, hogy mennyi jó periódust tudnak lehozni, meg nyilván azért az első meccs a kintire is azért meglátjuk, hogy majd hogy tudják lehozni. Nyilván nem lesz most olyan pokol, mint ami szokott lenni Podgoricán, ez nyilván nekünk előny, a Podgoricának hátrány, de hát szerintem az első meccs után meglátjuk, hogy lesz esélye visszavágon, de én azért bízok benne, hogy a itthoni meccs azért megnyílt lesz. Én egy Győr továbbítása szerintem az nem lehet kérdéses igazából, szerintem abban még a németek se bíznak. A Fradi szerintem az 50-50, én úgy gondolom, tehát abszolút 50%, és nem, tehát azért most voltak a főnök hiányzói, de most lassan visszatér mindenki, szóval szerintem ez abszolút pozitív irányba tolhatja a dolgokat, és a Fradi védekezése mostanában elég jó, hát most éppen a Mosonmagyarvár elleni első félidőre gondolok, de vannak jó formában vélő Janurik például, szerintem ez egy 50-50 mérkőzés lehet, és bízom benne, hogy a Fradi tovább jutása, sőt, szóval majdnem biztos, hogy benne, hogy a Fradi tovább jut valamiért, de erre majd visszatérünk két hét múlva. Igen, tehát a Győr az evidens, szerintem az még Németországban is egy plusz 10 közte van, itthon inkább egy 15, de a Fradi szerintem az egyik legjobb opciót kapta Budućnost személyében. Nyilván az kell egy jó túlgárkati, meg egy jó formában lévő bőrk. Janúriknak most jól megy, tehát ott szerintem nem leszünk gondban. Hát a védekezés az mint Ferencváros, az ugye alapjáraton kérdéses, de egy Gulyber előre küldött zavaróként szerintem azért ez működőképes lehet. Én egyébként egy Fradi továbbítás párok, akkor egy jó kis magyar beharcolta a Final Four-ért. Én jövök. Igen. Lefagytunk. Figyelj, Győr szerintem egyértelmű, ha bár nem olyan nagy gólkülönbséggel gondolom, hogy a Gábor mondta. Én azért azt mondom, hogy Németországban egy olyan 5-ön belül lesznek, tehát vagy maximum, tehát inkább 10-en belül lesznek, mint egy 10-en kívül lesz a Bittingheim. A Fradi idegenben tud egy meglepetést okozni, de is igazából azt mondom, hogy itthon fog eldőlni.
az a további jutás. És ha kint meg tudják tartani ezt az egy-két gólt, esetleg akkor itthon bármi megtörténhet. Nehéz lesz. Tehát akkor arra számítunk, hogy 8 között a két magyar csapat a Final Four-ért tűz. Úgy legyen, igen. Van a reális esély, abszolút. Még van egy-két percünk, ha jól látom, akkor még gyorsan Székely Marcira lefetteljünk, ugye kölcsön van a Portóhoz kell lesz. Érdekes, hogy pont ezt a kifejezést azt használtam, mert én is erre gondoltam pont, hogy a Marci kevesebbet játszik, vagy hát egyáltalán játszik Veszprémbe, vagy nagyon ritkán. Ez neki egy abszolút jó lehetőség, és hát sajnos a körülmények között a Porto kapuskeresett, és így hát azt kell mondanom, hogy szegény Alfredon kívül mindenki nyert, úgyhogy azt nyilvánvalóan Marci is tudja, hogy ez egy rendkívül nehéz pszichés nyomás is egyben, hiszen azért óhatatlanul is összehasonlítják majd, és hát nehéz lesz ebből a szempontból. Ugyanakkor Marci egy nagyon jó kapus, úgyhogy én bízom benne, hogy meg tudja mutatni, hogy nem hiába volt a Veszprémben, illetve nem hiába a válogatott kapusa, úgyhogy nagyon, nagyon drukkolok neki, és hát abszolút nem féltem egyébként, úgyhogy több portómeccset fogok nézni ezen túl. Laci, te ezt vártad a műsor eleje óta, ezt a hírt. Ja, nem, azt ugye ezt vártam, csak mondtam, hogy a női részt azt akkor lépjük tovább, és akkor térjünk át a Marcira. Én szerintem neki egy jó fél év lesz, tehát játékban lesz, ami a válogatott szempontjából is elég sokat számít. Meg tudja ismét mutatni magát. Azért az, hogy Veszprémben teljesen, mondjuk azt, hogy teljesen elfelejtették, tehát az, hogy nem játszik. Ez sem neki, sem a válogatottnak nem jó, viszont ez egy nagyon jó lehetőség. Pszichésen nehéz lesz. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy ugye Alfredo helyett megy oda, attól függő, hogy ezt hogy tudják feldolgozni. De gondolom, a Marcinak ez sikerülni fog, tehát szerintem a hozzáállásával nem lesz gond. Be fogja bizonyítani, hogy nem hiába került oda, ahol van. Dani? Hát nyilván más körülmény között az jobb lett volna ennek a igazolásnak létrejönni, és most így alakult, de mindenféleképpen neki ez egy nagy lehetőség. Ugye a Veszprémben még a bajnoki meccseken se játszik, ezt nem is értem, tehát az oké, hogy a BL-vel, a szuperával, meg akkor rá lesz a számomra, de hogy bajnoki meccsen se kap lehetőséget, ez számomra értetetlen, úgyhogy mindenképpen egy jó lehetőség neki. És hát ugye a Porto, azt az Alborga játszik 8-at döntőbe, tehát még azt mondom, hogy még további utási esélye is van Portónak továbbjutásra. Úgyhogy mindenféleképpen ez egy jó lehetőség neki, meg a válogatottnak is, hogy végre. Hát nyilván láttuk, hogy véd úgy, hogy nincs meccsbe, tehát szerintem így, hogy játszani fog, hát még jobb teljesítményre is képes lehet majd a jövő, meg majd a válogatottba is. Aztán majd meglátjuk, hogy a kölcsön lejárta után hogyan tovább, de hát mindenféleképpen szerintem jó tenne neki, hogy ha nem is a Portóba, de valahol egy külföldi csapatnál játszon. Hát nem hiszem, hogy Veszprém még korá lesz, meg a cuparad, addig túl sok lehetőséget kaphatnak. Úgyhogy mindenképpen előtettik ellene ezt a külföldi rohamot, amit most elindítottak a válogatott játékosaink. A jövő évi EB-re szerintem ez nagyon jó előrelépés lehet, hogy többen kipróbálják magukat külföldön, meg elég jó csapatoknál is, úgyhogy az sem mellékes. Igen. Le is állt az időnk, úgyhogy nektek nagyon szépen köszönöm a részt, a hallgatóknak pedig a figyelmet, ha minden úgy alakul, ahogy szeretnénk, akkor jövő héten folytatjuk. Sziasztok! Köszönjük szépen! Sziasztok! Sziasztok!